Csácsomi csörtészt a csokoládé és traktorkerék üdv a csatornáképpen jelentkezik a következő videóval, és azért van ez a beköszönés, mert néhányan írtátok, hogy nem mindig a jó reggel Vietnám legyen, hiányzik a csácsomi csörtészta. Na, gyerekek, beálltam ide az eresz alá, hát ide jött a vonat közbe, álljál meg, ott a kis piros, azt nézegettem, trafóház van itt minden, mindenféle foci dolog, esett az eső, most már talán nem esik, jaj, nehogy leessek a sinekre, mert előtt a vonat, csak úgy zuhanok. Ja, oké, gyerekek, itt az ifa csodálatos. Kiderült az idő. Na, oké, jó, várjál, álljál meg, keeper, miről akartál beszélni? Először is arról, hogy hoztam modot, a második dolog az, hogy rengeteg kommentet írtatok, és ott oda nézzetek, hogy mennek a kombájnok, száguldoznak, de nem ám, fönn vannak a vonaton, gyerekek, fönn vannak a vonaton, viszik a kész kombájnokat. A kész IH kombájnokat, amik kész vannak. Hú. Ez egy kicsit erős volt. Na, gyerekek, hoztam modot és írtatok rengeteg kommentet, arra szavaztatok, hogy jó lenne, hogyha az Eto Kristált venném meg, mert az Ateo Kristál az valószínűleg el fogja vinni a nagyvetőt, és akkor azzal tök jól el leszek. Az IH tárcsának meg majd megveszem a kirovecet, vagy a rábas tejget, úgyhogy valószínűleg ez fog lenni. Úgyhogy a mai részben megpróbáljuk kitermelni a... Kristált, Zetor Kristált, közben arra gondoltam, milyen mod van, de egyébként, hogyha tudnátok, hogy milyen modot hoztam, lehet azt mondtátok volna, inkább azt vegyük meg. Yes. Kettő darab modot hoztam, először nem olyan érdekeset mutatom, de amúgy ez se rossz, 40 ezerbe van egy ilyen, azért csak 40 ezerbe raktam be ezt a forgózsámolyos sportkocsit, mert igazából olyan 26 ezer literes, pontosan nem tudom, mert igazából adat ide nincsen írva, viszont... Kipróbáltam. Én mindig kipróbálom a modokat egy másik térképen, csak annyi, hogy megveszem ilyesmi, kicsit rakok bele, működik-e ilyesmi. És akkor, igen, olyan 25-26 ezer literes lehet, ugye ez 40 ezer literes, úgyhogy azért ez jóval drágább, meg ez hátrafele billent, úgyhogy jóval kellemesebb is, mint ugye az oldalra billentő, amivel úgy kell odaállni valami mellé, így meg mondjuk bele kell csak tolatni, és akkor hátrafele frankon lebillenti. Na, akkor még amiről szerettem volna beszélni. Egyébként azt nézem, bálát is tudsz állítani. Ez tök jó. Ez is? Ja, hát ez nem is írja. Na, a másik mod, amit hoztam nektek, gondolom, sejthetitek, hogy ehhez kapcsolódik. Nyerges ifa. Igen, egy nyerges ifát hoztam, ami tök jó. Ennyi. Igazából egy nyerges ifa, erről ennyit kell tudni. 70 ezerért raktam be. Azért drágább a 100 eurós, most... sima, mivel azzal már alapban tudod hordani a szemet, értitek? Na, gondoljátok, hogy miért 70 ezerért raktad be? Igazából azért, mert ugye ezzel alapban 100 ezerért már hordhatod a szemet, itt meg ugye minimum meg kell hozzá venni ezt, és 130 ezerért hordhatod a szemet. Na, ennyi. Amit még akartam mondani, váljunk bele a lecsóba, gyerekek, mert le vagyunk maradva. Ja, mondtátok, hogy cseréljem le a pótkocsit, cseréljem le az egész gépparkot, klasszokat vegyek. A klasszok vétele az nem lehetne rossz ötlet, viszont egy picit félek tőle. Picit félek tőle, mert még nem vagyunk annyira eltőkésedve, viszonylag kevés pénzünk, mert folyamatosan költjük. Inkább azt mondom, vegyük meg a kristált, az egy üde színfoltja lesz szerintem a TS-nek. Viszont annyi, ja, említettétek, hogy... az MTZ-t is eladhatnám. Egyelőre még nem adjuk el. Mindenképpen fogok berakni homlokrakodós 82-es, találtam egy gyönyörűséget. Lehet, hogy ti küldtétek. Azért szálltam ki, mert közben itten egy kicsit dolgozunk. Ja, annyi mindenről akarok beszélni. Írtátok, hogy ez az autó traktor mód, ez egy selejt, ne nagyon erőltessem. Úgyhogy nem is nagyon fogjuk erőltetni. Viszont ugye, ha nem is autó traktorba, viszont használhatom normál módba, mert méne. Ugye nem autó traktor, hanem gyakorlatilag normál, olyan, mint amikor nem használsz autótraktort, azt is tudod használni. Az annyi, hogy akkor oda-vissza fog menni a földön. Ennyi srácok. Nagyon nem bonyolult, valószínűleg, hogy nem lesz olyan tökéletes, ki fog hagyni részeket, de végig is valamennyire dolgozik, és valami történik, valami lesz itt ezen a kis tájon. Viszont arra kell majd a figyelgetnünk, hogy nehogy az legyen, hogy ilyenkor végigmegy, megfordul, ennyi a történet. Amit akartam mondani, hát itt nem tudom, hogy mi lesz, mert itt már ugye le van kultiválva. Igen, itt várjatok, ez nem lesz jó. Én ezt elhúzom egyenesre, és akkor utána meg visszarakom, visszaindítom a traktort.
mert az a baj, hogy ugye itt már le van kultiválva, és ő nem tud vele mit kezdeni. Visszaindítom, és akkor itt szépen oda-vissza elkezd dolgozni, hogyha esetleg elakad, akkor megfordítjuk, de mégis akkor lesz meló, lesz ugye kultiválva. Meg arra kell figyelni, hogy ami még nincsen learadva, azt ne nagyon akarja kinyírni. Jó, és akkor megfordítom, és akkor mehet vissza, gyerekek. Hú! Ja, mondtátok, hogy van valami cruising mode, amivel igazából fel tudom venni egy bizonyos szakaszt, és akkor utána azt le tudom játszani, és akkor ugyanazt megcsinálja a gép, és el is tudom menteni. Hát úgyhogy valószínű, hogy azt fogjuk alkalmazni. Nézzük. Szerintem nem találtam el pontosan. Próbálom azt, hogy egyenesen. Úgy, szerintem így lesz jó. Mennyi haver, valamit dolgozzá. Jó, oké. Szerintem ez jó lesz, oda-vissza csinálgatja. Kombájnokat el kéne indítani, ugye? 100%-on, 52-70, nem indítjuk el a kombájnokat, jövünk ifával, mint a szélvész. És csináljuk a dolgokat. Ja, hát ott van, hiszen látom, hogy 100% bal oldalt fenn, gyerekek. Jó, oké. Igen, az a nyerges ifa az megragadta a képzeletemet nekem is. Úgyhogy lehet, hogy egyébként lehet azt megcsinálni, hogy ezt az ifát le lehetne cserélni szerintem póttal együtt. Nem tudom, mennyit kapnánk érte, de szerintem meg tudnám most venni a nyerges ifát, de nem. De egyelőre nem akarom megvenni, hanem inkább azt csináljuk, hogy tényleg az Eto Kristát megvesszük. Valószínű, hogy fogok venni hozzá egy ekét, hogy össze tudjam szántani a területeket, és neki állunk vetni ezerrel a nagyvetővel. Ugye, most már szóját. És közben, ugye, aratjuk a dolgokat. Hát nem autótraktorral, ugye, hanem sima mezei melóssal tudunk dolgoztatni. Szóval annyira nem leszünk elvezve, vagy mindig úgy parázok, gyerekek, hogy jön a vonat, azt szíjet darál minket. Ezt el nem hiszitek. Na, menjünk, aztán ürítsünk, aztán akkor legyen pénz, gyerekek, legyen pénz. Közben a traktoros csinálja dolgokat. El is megyek a hátsóhoz. Hol van a hátsó komba? Gyerek, nincs hátsó kombány. Lehet, hogy akkor előbbre van. Várjatok, ránézek a traktorosra, jó? Látjátok, ezt mondtam, hogy igazából így tudja csinálni. Ezzel így nem lesz gond. Teljesen frankó. Autótraktort azt kiiktattuk. Mondtátok, hogy nem frankó. De hol a másik komba? Gyerekek, elloptak egy kombányt. Aha, itt összeértek, aha. Ja, ez már más útvonalon fog menni, mert ugye itt ledarálta, és akkor ez vissza fog fordulni. Ja, nem baj, nagyon jó is. Örülök neki, gyerekek. Tök jó. 70%, tök jó, mert csak azt a pici részt fogja körben nyírni. Gyerekek, nincs sok belőle vissza, És azon filozofálok, hogy lehet, hogy azt csináljuk, hogy még közelebb megyünk a MÁV-hoz. Ott is voltak búzaföldek, nem olyan túl nagyok. Azokat kellene aratni, mert jobban járnék vele. Ezt meg irányba állítom, aztán hadd menjen. Jaj, de jó, gyerekek, hogy van autókombájna, ugye? Legalább az autókombáj mód jól működik, nem értem a izé, az miért nem. Szerintem azért, mert ugye rengeteg fajta munkaeszköz van. Esetleg, hogyha valaki beérkezik közbe, és nagyon vágja ezt a dolgot. Nézzétek, az MTZ azt csinálja a dolgát rendesen. Rá is váltok, oda nézzetek. Figyeljetek, ez nincs ezzel semmi probléma, annyi, hogy ugye néha majd át kell rakni, hogyha belebonyolódik. Hát figyelj, ez van srácok, viszont teljesen jó. Hoppá, kevés az üzemanyag. Nem szoktam modokat kérni, viszont szeretnék modot kérni tőletek most. Aki tud, nagyon jól működő, nagyon retro, hanem permetszer szállítót vagy feltöltőt, az küldjön már nekem olyat, hogy rendesen a permetszert tudom vele feltölteni valahol. Mármint mondjuk, jó, ellövöm a poént, helikopterbe. Szeretnék helikoptert, nagyon drágán fogom berakni, ugye volt róla szó, nagyon drágán fogom berakni, de viszonylag hamar be fogom rakni a helikoptert, permetező helikoptert, és fogok rá gyűjteni. Mert ezeket baromi nagy területeket, főleg ha autótraktor tényleg nem működik, az ég adta világon 100 évig tart gyerekek lepermetezni. És én meg valahogy nem kívánok megőszülni itt. Na, még van egy 100%-os. Ezt
Na akkor veressük. Hát ez itt körbe fogja találni, ugye ez tök jó. A 80-as MTZ az nagyon szépen végzi a munkáját, nincs ezzel semmi baj. Csak annyi, hogy mindig odébb kell rakni. Most nincs autótraktor, nincsen gyerekek, régen se volt. Régen se volt. A régi kapcsolatban se volt autótraktor, mégis megcsinálták a dolgokat, more. Ez meg nagyon, ez egész jól megy. Valaki írta, hamsterezzek, gyűjtsem össze a szalmát. Fogunk gyerekek, csak legyen egy tényleg egy olyan gépparkunk, ami nekem úgy már úgy mondhatni, hogy megfelelő. Gyerekek, micsoda főleg vannak itt. Itt is van mellettünk egy főd, more. Itt is van felett, túloldalon is. Szerintem az is búza, gyerekek, és nem is kicsi, hallod? Hát ott, oda nézzé. Ott, itt annyi, van itt annyi suska gyerekek. Hamutartóval beszélgettem egyébként pont. Ő az, aki küldte az első csomagot, nem olyan régen. Milyen csomi volt, milyen csomi. Gyerekek, hát ez... Most a hátsóban miért nem ült, azt mondd meg. Az első pont ugyanúgy álltam. Gyere ide, barátom. Mozdulj meg, bazza. Ne! Hát én azt hittem, hogy a izébe ütem be. Most innen beleült inkább az ifába, gyerekek. Megőrült. Beszélgettem bele. Ő azt csinálja, hogy ugyanazokkal az árakkal dolgozik, mint én. Azt nem, csak leürít, learatja az összes földet, megnézi nekem mennyi pénz jön be. Vagyis hasonló gépekkel, jobban mondva. Hú, de hangos az a kombány, gyerekek. Nem nagyon hangos megtűnik. Jó, mindjárt, gyerekek, mindjárt. Oké, most már mehetsz, barátom. Jó, oké, vigyük. 87%, hát nem tudom. Láttam mögött. Jó, elviszem, gyerekek. Tényleg, nem tudom. Oh. Nagyon gyorsan tellenek. Nagyon gyorsan tellenek. Tudom egyébként, ja, azt is írtátok ezt a klassz dolgot, hogy ugye vegyek kettő klassz. És azzal nekem jobb lesz, mert ugye gyakorlatilag ugyanannyit vágnak, de több lesz a tartályuk. És nem kell olyan sűrűn ürítenem. Álljál meg. Azzal nem biztos, hogy jó előbbre vagy. Mert ugye igaz, hogy százalékos arányba növekszik a tartályuk, de viszont szélesebb a vágó, aztán gyorsabban megtelik, apám. Vágott? Lehet, hogy az lesz, hogy izé, hogy mit tudom én, tényleg nagyobb, mondjuk 50%-kal nagyobb a tartály, de hogy 50%-kal nagyobb a vágóasztal, akkor pont ugyanolyan gyorsan telik meg, mint a klassz. Kicsi vágóasztal, a vágod. Úgyhogy ez nem egyszerű. Hú, azok a kombályok jó hangosak, gyerekek. Jön a vonat, more. Jön a vonat. Figyelj, az Intercity itt közlekedik mindig, hát hogy nem vágta meg a ventűbe ezzel. Biciklit és vonat. Minden egyben lehet biciklit? Mi a szar? Ne vicceljetek velem. Na, lendületből megindulunk. Biztos nem gyűl a vonat most, ugye? Jó. Na, megyek eladásra, megyünk. Gyorsan, gyerekek, megköl a izét. A kristált nagyon meg akarom venni, meg akkor veszünk rá két, ma összezántjuk a területeket. Ne vicceljetek. Muszáj lesz ez. És akkor az lesz, hogy elvetjük. A Leto kristálra megvesszük a nagyvetőt. Azt mondtátok, Evici, én hiszek nektek, baze. De hogyha átvertetek, átdobtatok, mint szart a palánkod, akkor lesz ám a probléma. Ráverek a valagatokra. A gyerekek. Na hát ez egy kicsit olyan furcsa hangzott. Nem úgy gondoltam. Nem úgy gondoltam. Elővitték a kombányokat. Mi? Kombányokat, baze. Ha már ennél parasztosom nem lehetek. Már kombány. Nem ám kombány, vagy akármi. Kombány! Meg a lábas tenger. Régebben onnan azt hittem az a neve. A lábas tengernek. Nem tudom, új nézők azok biztos nem tudják. Régen kisgyerekkoromban azt hittem azt mondják lábas tengely. Ne vicceljél, baze. Na, jó van, tudom, hogy itt el lehet adni minden csuda dolgot. Ürítsünk. Ja, passzus, nem tudom a neved, nem emlékszem, mert nagyon felkészületlen vagyok. De írta valaki, hogy ő nagyon kitaktikázta, hogy hogy vannak ezek az ár dolgok. Hogy igazából, ha nem pörgetem az időt, akkor nagyon lassan elkezd lefele menni, ha eladok. Ha learatok valamit, akkor általában úgy működik, hogy az nem nagyon emelkedik, sőt még egy picit lefele is megy. Azért érdemes eltárolni, mert néha csinálja azt, hogy amivel nem foglalkozol, de be van tárolva, oda nézzetek, jön szembe a vonat, megőrülsz. Be van tárolva. Itt volt valami, gyerekek. Rohadt tüzét uskok. Na, ezt a földet kell learatni, gyerekek. Ezt a földet kell learatni.
Ezt a földet kell learatni, ide kell átgyűnie. Ez is jó nagy. Oda nézzé, tesó. Ezt a földet kell learatni, ami itt van. Én kész, azt innen könnyen behordom még üzé talicskával is. Igen, hogy azt kell csinálni, hogy betárolod. És néha csinálja azt a játék, hogy nagyon magasra felmegy bizonyos termékeknek az ára. Ezt mindig figyelni kell, mondjuk pár órára, és akkor gyorsan el kell adni. Hát ő, azt fogjuk csinálni. Tényleg jó ötlet, meg minden. Csak tudod mi a szituáció, hogy még nagyon le vagyunk ide gatyásodva. És azért jó lenne. Mennyi 120 ezer a krisztál, gyerekek? Még egy karika, azt meg vagyunk. De ez most tement ez a vonat, csak nem gyűjön vissza. Jó van. Kockáztat a Keeper. De hülye vagy mi? De hülye vagy Keeper. Na, itt meg villogtatnak már. 89% viszonylag most jól eltaláltuk. Elég jó megfordultunk most, nem? Elég jó megfordultunk. Á, meg Dezső. Á, meg Füzi Józsi. Na, most mindenki kérdezi, mikor lesz újlap. Eszitek bejut a Füzi Józsi, Rubi. Nem is tudom, mi van a Joe-val. Oda nézzetek, az a lánc az meg mit, mit himbálódzik az a láncot hátul, hát. Amma igen, le van hegezve a gyerekek, össze vannak rohadva a szemek. Na, tudjátok is annyi. Jó, van, hát ez itt végez ezzel, akkor odébb tudom rakni. Júj, az MTZ hol tart, gyerekek? Nem ám izé. Nem ám, nem ám. Mutakadály. Az MTZ az bement a susnyásba, látom. Jó, hát néha történik ilyen, mert az a baj, hogy vannak ott azok a hülye karók. Hol, összeakadt a két izé. Azért nem tellettek meg, gyerekek. Összeakadt a két kombány. Azt az MTZ-t meg odébb kell passzolni, mert... Jó, amíg üritt az egyik, vagy... Összeakadnak ugye, mert szembe fordul vele, tesó. Tapár, tülit. Jó, amíg leürítünk. Az MTZ-vel meg valamit kezdünk. Hát vannak bajok azért ezzel a moddal. Jó. Üritsé. Jó, az MTZ-t nézzük már meg mit mivel. És akkor most fordíthatom vissza, csak az a baj ezzel, ugye autótraktor nélkül. Talál de bazze, hogy egyenesen hogy megy. Ú, de nagyon közel van már izé, búza. Úgyhogy ezt szerintem most nem is erőltetem itt, gyerekek. Vagy pedig átrakjuk így keresztbe. Hát nem, nem erőltetem egyelőre. De autótraktor nélkül nem lesz egyszerű a dolog, gyerekek. Várja. Elrakom ide, az meg ugye meg fogja kerülni a bozótot. Másik, jó lesz ez. Mennyi tesó erre? Úgy. Jó van, jó vagyunk. Ez meg úgyis el fogja kezdeni kerülni a bozótot. Jó van, te meg, áll meg, Sándor. Vagy menjél egy kicsit előbbre, menj egy kicsit előbbre. Ó. Isten, hogy itt érzékeli ezt a rohadt ifát, hogy nem akar elindulni. Menjél már! Menjél már, böske! Na végre, te! Isten átka! 110, vagy 102 ezrünk van. 102 ezrünk van. Hát, ja, egyet leadok, még akkor elvileg meg tudom venni a krisztált. Hú, az egyébként kajak az a gép, arra emlékszek, ilyen nagy láncok rúgnak az elején, meg nagy orsúlya van. Mármint úgy jó meg van csinálva a mod. Szeretem a szép modokat. Autentikus szép modokat. Jó, hát ez szerintem ezt még nem is érdemes elvinni, mi? Nem, útközben útba ejtjük a izét, azt a másikat. 21%-on van mindkettő. Jó, oké. Okay. Nem pont ugyanannyi mennek. Jó, mind a kettőt leürítem, és akkor pont meg leszünk. Ezt is. Na tudod, az ott te fog fordulni és jobbra fog menni tovább. Valaki kérdezte egyébként, hogy hogy csinálod, Keeper, hogy körbe-körbe mennek a kombányaid. Hát ugye az autókombány móddal gondolom. Azóta lehet, hogy már választ kapott rá, már így rájött. Jó, egyébként ezzel is nyerünk egy csomót, hogy a traktor így megy. Mert azért az csak kevés idő megcsinálni. Csak ugye arassák le. Figyeljetek, learatjuk az egész földet, azt hadd menjen. Meg egyébként egy UTB-t is vehetnénk még egy kis izével. Ó, gyerekek, csúszik a tarlón ez a lifa. Még egy kis tárcsával. Ezt a kettő traktorra szépen lehetne dolgozni. Mert az a baj, hogy a rába, a nagy tárcsával, azt nekem kell működteni. Oda nézzetek, gyerekek! Hát ez...
Fa körbeért, rendesen széttiporta az izét. Tarlót. Ezek, ez úgy csúszik ezen az izé, az aszfaltos kerekeken. Ez borzasztó. Várja. Átülünk manuálisan-e. Jó. Jó, ezt már érdemes elvinni, 90%, oké. Viszont ezt a kombányt meg át kéne raknom, mert itt sok értelme nincsen. Legszívesebben már átraknám oda vasút túloldalára. Jó, vasúton nem kell átjárkálnom akkor majd. De ennyi, mindegy, ezt mindenképp parassuk le ezt a főret, ne vicceljetek, ne csináljunk hülyeségeket. Ennyi, barátom. Ezek nem esznek üzemanyagot? Az MTZ az majdnem már ki van rottyra fogyva. Ezek meg még mindig fullon vannak ezek a kombájnak. Üzemanyagfogyasztást lehet át kéne írnom, hogy egy kicsit reálisabb legyen, mert ez így... Ez így eléggé herótos, hervat. Jó, oké. És a következő, akkor krisztál megvan. Krisztál meg lesz. A következő akkor a izé kell, ekét kell vennünk. Megnézem így gyerekek, nem akarom összetöretni a gépet. És megint nem indul-e? Rúg, mint a bolond. Rúgja, mint tika töreket, gyerekek. Egyébként... Itt van egyébként a szalma eladás, ugye? Itt van a szalma eladás, gyerekek. Álljatok meg egy ásó nyomra. Ha itt a szalma eladás, egy hamstert baze, azért lehet, hogy érdemes lenne venni. És abból egy plusz pénz lenne, érted, összeizélni. Gyerekek, nem hülyeség. Mert itt azért elég közel lennénk a... Aha, szerintem veszek egy hamster, gyerekek. Berakunk hamster, basszus, és összekapjuk a szalmát. Ilyen távolságra nem hülyeség össze... Jaj, az rendesen... Megvan ragva ez a difa, rendesen tolja. Ilyen távolságra szerintem nem hülyeség áthordani hamsterrel. Pont itt van, egy ilyen kicsi háznál veszik a... szalmát. Kéne egy hamster, igen. És akkor az MTZ-vel vagy valamelyikkel majd. Ugye most már lesz két traktorom, gyerekek. Jaj, de jó, hát ez csodálatos dolog. Kettő traktorral tudod dolgozni. Az egyik az mehet autóba, a másik az meg tudok vele dolgozni. Jó lesz, oké, gyerekek. Nagy hamster berakjuk, nem olcsón. Nagyon-nagyon-nagyon nem olcsón. Egyébként van ilyen kimutatás ebben is, hogy mennyit költöttem már gépekre? Hát meglepődnétek. Mert lehet, hogy ide téved valaki, azt gondolja, hogy mit szenvedsz baza, ennyi géped van, azt már megy, mit tudom, egy ötödik rész van. És ez pont nem lesz meg baza, oda nézzé, 110 akárhány ezer, more. Na, várjatok, nincs ilyen kimutatás? Szokott lenni, tudod, hogy mennyit költött ilyes. Új járművekre 567 ezer eurót költöttünk, gyerekek, eddig. 560. És betakarításból származó bevétel eddig, gyerekek, 423 ezer. Hallod? Azért az adja, nem? Fú, nagyon durva. Jók vagyunk, gyerekek, jók vagyunk. Azért már nem kevés. Most, hogyha belegondoltok, azért az 560 valahány ezerért, amit elköltöttem, azért már milyen gépparkot vettél volna. Nem modolgépekből is. Nagyon jókat. Jó, hát nem a legjobbakat, de azért... Már nem olyan túl sokat, de a legjobbakat szinte megvettem volna. Tök jó. Jó vagyunk, az közben meg van egy M10-ünk, meg egy IFA-nk, meg három forsítünk. Ezt elkötöttünk 600 ezer eurót, amit számolt ki már mennyi 300-ra megszorozva, vagy 330 most az euró kb. Jaj, tessé, hát ez nagyon durva sok. Ez 30 millió. Na mit számolok én most, gyerekek? Ezt nem is tudom mennyi, ez körülbelül 200 millió. Költöttem el. 200 millióba kerültek ezek a gépek itt, mi lol? Na jó, igen, itt ezer az hát meg a bazza, itt vannak ezek a földek, az udvarába, gyerekek, az udvarába kell behordani a izét. A szalmát eladásra, a srácok. Nehogy megint elakadtak, vagy mi van, végeztek? Ne szórakozzál, gyerekek! Hát nem nézek oda, már mi történik itt. Most mi van? Megfagytok fenekleve? Hát mit csinálnak ezek? Az kifutott, ott azt értem, de a másik... Ja, mert ez meg túl közel van hozzá. Ó, te fiú, hát mit tud... Vágtad magunra már ezt le, hát már mit csinálod, barátom. Mindjárt megfordítom, bár bajok vannak. Minden kisebb a föld, annál nagyobb bajok vannak egyébként.
menjél, Sanyi, szívassa. Nézzük meg a többit, mit csinál. Ezt is meg kéne küldeni utána, csak az a baj, ugye már olyan kicsi a föld, hogy amikor fordulnak, akkor így összegabolyodnak. És egy picit lehet kéne váratni. Aha. Ezt tudjátok, mit kellene csinálni? Én már rájöttem. Ezt egy elvágom, és akkor ő neki csak ez a kis része lesz. Itt elvágom, ketté csapom. És akkor ő csak ezen a pici részen fog menni. Úgy. Azon a kicsin, ez meg. Ez a kettő meg még ezen a nagyon. Vágjátok. Úgy né. Csak az a baj, átjött ez a hülye. Átjött. Átjött oda, ahova nem kellett volna neki. Ez. Menj vissza arra, haver. Ne legyél bolondos. Jacques Foch a bolondos. Egyik legjobb film. Melyik volt az? Jó, ez meg hadd menjen, és akkor... Gyerekek, ezeket is tapódik. Be vannak rúgva már ezek a csávók. Na várja. Ezt megfordítom, és akkor ez meg menjen visszafele. Úgyné, úgyné. Akkor az övé már csak ez a kis terület lesz. Igen, az a baj, egyébként ez a három kombájn egy kicsit könnyen összeállhat, úgyhogy lehet, hogy jó lenne a dominátorokat majd beszervózni. Jó. Oké, hát srácok, csak a baj van ezek a kombányokkal tényleg. És van amelyik már meg is állt. Mindegy, ezt is leürítjük. Álljál meg. Szépen, barátom. Jó. Az MTZ-t is, ó, hát jó, lemegyünk erről a földről, majd akkor megoldjuk az MTZ dolgot. Egyébként tényleg ide kell vinni valahova, oda kell vinni bazze szembe a szalmát. Jó, most nem lesz pénzem hamsterre, meg nincs is berakva módként. De a következő részben mindenképp hamsterezünk. Minden kis forintot megfogni, gyerekek. Ja, aki javasolta egyébként azt, hogy a gépeket adjam el és vegyek helyette nagyobbakat. Ugye az is probléma, hogy ugye csak 75%-át kapod a gépért. Gépnek az áráért. Úgy gyerekek, ez az ifa, ez... Ez rendesen szenved baze a emelkedőkön. Mit szenvedek én meg ezen a kis kocsival, mi? Végül mire lesz meg az 1 milliárd izeink, eurónk, srácok? Azt mondjátok meg nekem. Nem hónap, mi? Ez sem hónap lesz, ja. Jó, végezzek ezzel a földdel ma. Meg vegyem meg már a Krisztárt, meg a zekét. Összeszántást mindenképp meg akarom csinálni, hadd valamit pörögjünk már föl. Jó, megyek a következőhöz. Bocs, haver, átmegyek előtted. Nincs benne letaposásmód, hál' Isten. És ne is írjátok, hogy legyen benne letaposásmód. Az a baj, ezekkel az autó kombájnos dolgokkal is. Gyerekek, na, azt hittem, hogy már megint megfeneklett a Józsi. Álljál meg, látjátok, itt megy szembe, már ezt mondtam. Az autókombány egyébként dicséretesen jól működik. Meg kell hagyni. Komolyan. Az először azt leürítettem rendesen, a rosszabb, mi? Nem, mert megtelett a pótom. Álljál meg! Én megyek! Ifáke a elsőbség! Ifáke a elsőbség! Ezt még egy picit ebben engedünk, úgyis úgy beesik. Ezt leadjuk, megvesszük a kristált. Ah, gyerekek! Annyira sok a termény, hogy nem tudod-e hordani. Az nagyon durva egyébként. Emiatt egyébként jó lenne a multiplayer, hogy valaki segítene. És akkor esetleg mit tudom, hordaná a szemet, mint a bolond. Fú, sokat kell dolgozni. Na most 100%-on van, most nem megy az ifa sehova szerintem. Ajaj, ajaj. Valahogy itt ki kéne mennünk, itt az út. Nincsenek tuskók, gyerekek? Valaki kiszállhatott volna megnézni. Psz, elengedte a levegőt. A lefújó szelep, mi? Megy a pisz-pisz meg a izé, huhognak a baglyok. Ez az.
Nem szereti emelkedőket ez, de viszont végre... Gyerekek, leérek, eladom az Eto Kristált, meg tudjuk venni, de itt aztán meglódulám, oda nézz, és annyi. Finnyomar, mert kitol, itt olyan, úgy megtolja az elejét ilyen helyen. Kapásbomb, izé kanyar után meg itt a rönkrakat. Érez a törődést, hogyha neki csúszó. Hopp, szerintem jön a vonat. Nem, ement, jó van. Gyerek, itt, amikor itt megállítod, figyeld. Hátsó kerék. Oda nézzé. Ne hát, összkerekes az ifa, gyerekek, ne szírok az. Egyszerűen nem indul el, hallod. Menj már, te. Galad. Írtátok egyébként, sok jó ifa mód van, hát én szándékosan egy ízét jó lepusztultat választottam így a kezdésnek. Sok jó ifa mód van, nem baj. Keeper az szenved, mint a Pilátus macskája. Erre kell rámenni, gyerekek, vagy a túloldalira, erre kell rámenni. Aztán akkor itt kapásba el tudom adni a szómát is. Tényleg az lesz, következő részben ezért hamster, gyerekek, hamsterelünk. Hamster, az tudjátok honnan lehet a hamster kifejezés. A Ladenwagen, a hamster. Ha az onnan, hogy azt hiszem a hamster az a hörcsög. És úgy, a hörcsög gyűjti bele a pofájába, babababá, tömi be az ezért cuccot. Most tanultatok valami, gyerekek. Nagyon ezért edukáció stílusban nyomom ma. Kis ezért aranyköpések. Most ott rohadjak meg, ha nem veszek instant egy izé, gyerekek. Befejezte a forsít a melót. Át kell nézni őket, mi a szituáció, mert úgy látom végzett a csávó. Kiürittek, átnézem a forsíteket. Veszünk egy izét, zetort, mert már nagyon izé kívánom azt a zetort, nagyon kívánom. És ugye 15 ezer talán az eke, azt is megveszük, hozzá azt összeszántjuk, összeráncsuk a területeket. Azt alig várom egyébként, szántsuk egy kicsit, már az aratástól már izé van. Szívszédülésem lett. Ja, hát ez itt nem csoda, hogy beakadt. Az a baj, hogy hiába indítom ezt el, már nagy valószínűséggel ugye ezeknél azt fog történni, hogy ezek összeakadnak. Jaj, hát mit csinálsz, barátom? Mit csinálsz? Mit csinálsz? Nehogy neki mennyi háromszor ennek! Állj meg! Géza! Ha pazarolod az üzemanyagot. Arra menjél, na. Jó van, gyerekek, aztán szerintem át kell vinni majd a másik területre, mert ez így már sok. Jó. Elmegyünk arra, jó? Ott len találkozunk, és akkor ott szembe fogunk aratni. És ide meg viszont el tudom hordani frankón. Majd az izét. Kalaszt. Nem a kalaszt. A szümöt. Jó voltunk, gyerekek. Igen, be kell kapcsolnom egyébként a szárszórást, ugye minden egyénél legyen. Itt várjátok, föld végébe ez megpihen. Oké. Okay. Azok megvégeznek. Várjátok, akkor ezt indíthatnám, nem? Mennyi tesó? Nem mondom. Mennyi? Oké. Okay. Jó, az a kettő itt még lenyom egy-két keringőt. Mi meg? Veszünk egy... Jaj, mik ezek a gépek? Ezek az új gépek. Rendesen megrémítem, gyerekek. Hát nekem is vannak azért elveim. Új, régi gépek. Vagy új... Gyerekek, azért 80 ezerre több csak ám a kirovetsz. Oh, de csúj, haj, de szépen néz ki a rohadt életben, gyerekek. Jaj, de szép, jaj. Olyan gyönyörű. Komolyan szép, gyerekek. Kijöttek a könnyeim. Jaj, álljál meg, Sanyi. Jaj, ezt imádtam. És csoda, hogy sipoló turbó hangja volt, amikor ott van akkora turbó itt a fejed. Jaj, a szerszámos láda, tesó, a kék szerszámos. Kék ládának hívjuk, mi a meló helyen, kék láda. Hát azért ez azért. Na, azért. Azért ez szépséges. Szépséges, azért ez tudni fogja dolgát, gyerekek, szerintem. Várjátok, nézzük meg, mit tud. Azoknél van ám izé minden csuda dolog. Első munkalámpa, hátsó munkalámpa, hetes, várj, numpad hetes. Kicsapja az ajtót, gyerekek. Kicsapta az ajtót, nagyon jó. Bal ajtó, nyit, zár. Gyerekek, hát nem, azért kell, ezt az ajtót kötni nyitva. Így leszünk. Így lesz, hátsó ablak, ne, köl. Úgy. Csak az a baj, aratáskor nem jó, mert jön be a por, mint az állat. Vagyis amikor olyan helyen mész, nem aratáskor. Tető, ne. Ki lehet csapni azt is. De jó.
Nagyon jó, nagyon-nagyon jó, tetszik, gyerekek, így fogunk veretni. Belső nézet, ütött kopott rozsdás szar, ezek lesznek. 1-2-3-4, nem a 1-2-4 sebesség, mi az? Gyerekek, ez nagyon sipol hangja van, gyerekek. Nagyon tetszik, te Sanyi. De várjál, nem kéne sehova mennem, mert igazából... What, ez nagyon nagy az a traktor, te! Most így szerintem ez... ez nagyon adja. Jaj, Sanyi, hát ez nagyon-nagyon tetszik. Nagyon bejön. És jó dinamikus, és nagyon barha dinamikus egyébként. Barom jó. Nagyon dinamikusan moz... izolyan. Hát ugye egyből elindul, meg olyan... olyan frankó. Tetszik. Ó, jó ez, gyerekek. Zétor. Zétés, nagyon tetszik. Tetszik. Jó. Fú. Jó vagyunk. Ilyenkor örülsz egyébként egy traktornak. Meg utakadályba. Valami. Megtelettünk? Jó, akkor ezt ki is állítom a sorból, gyerekek, mert... A másik azt tudjon körözni. Hát nem sokáig fog körözni. Hol van a hizénk? Ja! Összesen... Nem, nagyon kevés pénz kell, és akkor meg tudjuk venni az ekét, akkor nem viszem addig sehova az etoart, hanem akkor összeszántjuk a két területet. Hú, de király! És nem izé, nem anekdótázok mi. Hohohoho, pedig az izé krisztálokat, amikor... Egyébként szerintem nem ezek a krisztálok voltak régen. Valahogy másra emlékszem. Tudjátok, mire emlékszek, hogy az eleje az, minthogyha egy kicsit előre dőlt volna. Ilyen előre dőlt, és ilyen szürke vagy ezüstszínű rács lett volna oldalt végighúzódva rajt. Ilyen csíkok. Ami olyan krisztálra emlékszek. De nagyon szögletes formavilága volt, azt tudom. Nagyon szögletes volt a formavilág. Fú, nagyon futurisztikus volt, nagyon futurisztikus volt a izéhez képest, az MTZ-hez képest, azt tudom, főleg a kis kabinoshoz képest. Szetó krisztálok, amikor gyűjtek a faluba. Hát nem is mondtuk, hogy Zetor, hanem krisztálnak neveztük őket, igen. Hát bemaradt még, gyerek? Nem tudom már egyébként. Jó, hát ezzel foglalkozzunk, mert ez nem dolgozik, ugye? Mondjuk a másik. Jó, hát az MTZ-nk az meg baró jól csinálja a dolgokat, nem? Tudnám, hol van. Ott a... Jó, azt figyeljetek, az szépen fogja... Olyan nézzetek már, amennyit lerántott belőle. Meg ugye itt most már el fog menni teljesen egyenesen, ameddig bír. Keresztül kasul mindenen, addig, amíg ki nem ütközik a másik végén. Jó lesz ez, srácok. Ne, és arra rohadt kíváncsi vagyok, hogy tényleg el fogja a nagyvetőd vinni az etókrisztál. Ha nem, akkor a valagatokra verek komolyan. Mert az baj lesz. Baj lesz, ha nem. Megvettük. Megvettük azért, hogy azt hiszem, oda nézzetek. Megy ám az MTZ. Csinálja szépen a dolgot, nem kell ide autótraktor. Csinálja szépen. Ezért lenne jó ugye, hogyha lenne több traktorunk, akkor igazából csak így érezgatnám őket. Ugye azért is lehet, hogy az UTB-t meg fogom venni. És ilyen kisebb földeket, azokat szépen lemunkálok vele. Főleg vannak ezek a szalagparcellák, amik ilyen hosszú egyenesek. Itt is ez is majdnem tök egyenes. Ugye itt ezek a picik is. Azért vannak olyanok, amiket itt le lehetne munkálni ezekkel a kicsi gépekkel is. Figyeljetek, nagy kicsi földre nem érdemes a nagy gépet megvenni, de most ez hót, komolyan mondom. Semmi értelme nincs. Most megveszed a IH tárcsával azért a rábát, nem is tud normálisan forogni azokon a kicsi szarföldeken. Úgyhogy amiatt én nagyon hajlok majd egy UTB-re még. És akkor a kapásba meg egy dútrát teszünk be, és akkor három kis traktorral meg tudjuk művelni a földeket. Ha kell, akkor meg neki lehet küldeni őket nagyobb földnek is. Utána, hogyha ezek megvannak, akkor lesz a rába. Akkor lesz a rába, azért 250 ezer eurót azért kidobni rá. Meg fél millió minimum kell a vető, vagy a permetező helikopter, azt szeretném azért. Mert kiszállok és akkor visszarakom, csak az a baj, tényleg össze fognak ezek maga bajodni itt. Már ezek nagyon össze fognak állni. Mint két kicsi legó. Ütös annyi. Na, most törtem össze. Nem annyira tört össze. Jó. Ezt ide be akarom vigyeszteni még ám. Hogy ez talán meg lesz oldva, hogy ketté vágom meg én. Itten indítom. Azt talán, ha szerencsén van átjön.
Aha, menjél tovább, menjél tovább, more! Basz. Amikor akarom, akkor nem megy tovább, gyerekek. Akkor nem, az Istennek se. Jó, így lesz így, jó. Jó van, srácok, oké. Ebben van 44%, tehát akkor ezzel elmegyünk arra, útközben leürítjük. És akkor eladjuk, és akkor meg tudjuk venni. És szerintem ez a kettő bele is fog férni már, ebben a kettő, hát nem biztos. De mondjuk eljövünk erre az ifával, visszafele, megösszük az ekét. És akkor ez így nagyjából összejönnek a dolgok. Jó, én a Krisztálnak baromira örülök, köszönöm szépen, hogy azt is mondtátok ötletnek, mert nagyon tetszik. Hú, ez az MTZ, meg te... Te! Jó! Azt a betyár, gyerekek, ez az if, ez nagyon csúszik. Ez viszont ez a talajművelés, ez tök jó ezekkel a kis gépekkel. Nagy gépeket nem nagyon fogok tudni használni, ha csak nem én. Mármint autótraktor, mert az IH tárcsával azzal nem fog megfordulni itt izé. Nagy gép önmagától, mármint gépi segítő. Itt tartunk. Kiürítjük. Jó vagyunk, tetszik gyerekek, tetszik. És tényleg az kellene, hogy hamsterelni is kellene. Hamsterezzünk is. Oké, induljunk meg. 95% pont kiürült, tök jó. Van cél! Imádom ezt a sorozatot most, de tényleg nagyon imádom, mert van cél. Van célja a játéknak. Céltalanul játszani nincs értelme. Hiába van egy csodálatos map, mert csodálatos map volt ez. Szerettem. Egy idő után kimerül az, hogy csodálod a gépeket. Akkor nem úgy használod őket, hogy értelme legyen, nem tudsz örülni neki. Ennek az Eto Kristálnak 120 ezerbe került, én úgy örülök neki, mint majom a farkának. És én írom át ugye ezeket az árakat, és láttam, 10 000 euróba kerülöm, hogy 10 000 euróba. Magyarul egy ilyen pautkocsi izé. Pautkocsi gaborába veszök kettőt, vagy majdnem kettőt, másfelet. Hát nehogy már, hát nehogy az legyen, hogy izé, hogy tucat szám veszed a traktorokat. Legyen szenvedős, legyen izé. Legyen kihívás. Hopp, idős! Itt vannak ezek a rohadt izék, nyárfa csemeték. TMK-zni kell lassan. Az MTZ az nem fog kifogyni. Az ott fog megrohadni, gyerekek, ki fog fogyni, mi? Jó, visszamegyünk. Visszamegyünk az ifával. Mert azt, ennek hogy is ott kell, hogy... Nem biztos, hogy kell az nekünk az ifa ott. Maradjon itt az ifa, megnézzük a kombájnokat, megvesszük az ekét. Kíváncsi vagyok, az ekére nem próbáltam egyébként ki. Hú, de jó az a Krisztál. Hú, meg vagyok elégedve nagyon be. Nagyon bírom. Já, és nagyon dinamikusan megy, jól megy. Hú, de jó. Hú, ez az egyik kedvenc. Ez régen is kedvencem volt, szerintem nem ugyanez a verzió. De nagyon jó. Ekék, na. Ezt úgy fogja vinni, mint a rongyot gyerekek ezt az ekét. Jaj, hát ez nagyon... De jobb pici ez az eke. Hát nem is annyira így fel, nem olyan rossz ez. Ez nagyon jó ez, nagyon tetszik. Volt ilyen izé, ilyen tépő, az a Reaper, vagy mi a franc. Arra is gondoltam, hogy olyat rakok be, csak nem lett volna autentikus, pedig azok tetszenek. Tudod, melyikre gondolok? Na, ide lehet pótkocsit, de viszont súlyt már nem engedi. De kötél van rajta, régen lánc volt. Legalábbis egy régebbi verzióban. Ez mi az a nagy kék? Ja, a légszűrő. Csak azon gondolkodok, merre érdemes elmenni. Erre elmegyünk. Kicsit tolja az elejét. Lehet, hogy azért, mert megvan súlya az a hátul most. Kicsit tolta az elejét, láttátok? Kicsit tolta. Ó, gyerekek, meghajtom ám, kipróbálom, hogy mennyire sérül. Meghajtom, jó koszosok, de jó, csümbe a levegő, gyerekek, hát szinte ide néztem, azt éreztem. Esküszöm, nézd már meg, és nem olyan? Hát tényleg olyan bazze, komolyan mondom, annyira, nem tudom, miért ilyen életűnek érzem a FS15-öt. Hát rendesen nézd meg, ahogy kinézek. Szinte ilyen... Tényleg olyan érzés, hogy hogy főleg amikor itt a füves részen mentem, hogy rendesen, ahogy tapossa a füvetek elég ezt. Ó, te fiú, hát ez nagyon adja. Hagyd meg, nagyon jó.
Tetszik ez. Hú, hát ez az Eton, ez nagyon jó. Na itt kéne összeszántanunk közben, ugye? Megnézzük, hogy... két combine az mit csinál? Megnézzük az MTZ-t mit csinál most, meg már azért több fele kell figyelni, és ez nem baj. MTZ még mi... Mi a szar csinálsz MTZ? Aha, most meg már nézzétek! Ez a jó, ez a jó, ez a jó! Most már húzza egybe az egészet, látod? Meddig eljön. Ott ez nagyon kajak, gyerekek, tudja ez a dolgát, figyeld. Mit csinálnak a kombányok? Megint elakadtak. Nagyon jó, és akkor egy idő múlva el fog enni egész addig. Ott jó, gyerekek. Nincs ezzel semmi probléma, azt hittem, hogy nagyobb baj lesz autó, traktor nélkül, de nincs. Ez meg. Ez meg visszafordul, azt meg kiveszem. Aztán jó világ, gyerekek. Sőt, le is kéne aratnom magam, nem aratom le magam, mert mást akarok csinálni. Ezt kiveszem innen. Nem viszem ezt is oda a föld szélére. Jó, van, srácok, ezen nem lehet kinyitni az ajtót, vagy valamit? Ó, dehogy nem, van itt minden, oda nézze. Cső, munkaerő, missing, várjál, nem lehet. Nincs izé. Nincs az, hogy várjál. Ki a izéket mutatja. Ó, Sanyi, most aztán lámpát kapcsoltam, mi? Aha, de el lehet húzni az ajtót, tök jó. Oda nézd. Franco, nagyon tetszik. Jó. Lehet húzni az ajtót. Közben nézem az MTZ-t. Na ezt mondtam, hogy teljesen jó ez autótraktor nélkül. Azért küzd a gyerek, hallod? Várj, meg kell nézni, mennyi cucc van benne. 33 liter, így nem fogy az üzemanyagunk? Lehet, hogy nem fogy. Ja, így veszi, így gyakorlatilag ugye az fogy a pénzem tőle. Jó, hadd fogjon. Jó, hát nem egy olyan, ha ott gyorsan csinálja, ezt aláírom. De legalább csinálja a gyerekek. Itt majd be fog kicsit keveredni, mert oda be fog menni, de majd átadjuk. Azért figyelgetni kellene, de azért olyan nagy probléma nincs. Megviszem a izét, kombányt, ezt is a másik sarokba, ahol majd fog dolgozni. Meg ugye az utolsó is levégez, azt is elvisszük. És akkor átállunk oda. De a következő részben mindenképp szeretnék egy hamstert. Mindenképp szeretnék egy hamstert, gyerekek. Az kell. És a nagyvetőt is meg kéne venni, hát ebben a részben lehet, hogy nem a következő részben, és akkor a másik hatalmas földet ugye mehetne repcével. Ez is megvan. Lassan végezem ez is. Ó, gyerekek, várjál, Sanyi. Majd én lecsapom ezt már, mert annyit forgolódsz, megőrülsz. Ez az, gyerekek, ezt is átvisszük, jó? Hogy kell kinyitani? Aha, jó volt. Most a lámpát kapcsoltam már megint, mert nagyon... Szuper, szuper. Jók ezek a földek, hogy van jó domborzat, tetszik. Na ott, hol van az MTZ-ünk? Ott megy. Tudod, nézzé, vág át mindenet, gyerekek. Tudja dolgát a 80-as? Tudja dolgát a 80-as? Igen, viszont a izére, mert nagyobb munkaeszközök lehetnek majd az Etorra, viszont az UTB gyerekek meg fogom menni. Rájöttem, most itt is mellettünk, nézzétek ezt a földet, azt itt, ami előttem van. Azt is ilyen kisebb traktorokkal, amíg ugye más csinálunk, aratunk, más földön én dolgozok, az lehet csinálni. Érted? Ide. Igen, hát kellenek a kis gépek. Most egy kicsit majdnem tettem azt, hogy kiváltottam a kis gépeket, de nem, ide ilyen kicsi parcellákra, meg várjál, ide beszállok, megmutassam. Ott szembe. Azokra, ahonnan mit akarunk egy izével álmastelgerre, ott szembe. Nem, gyerekek, ez meg, jaj, de ügyes vagy, bore, hát ezt imádlak. Nem mentél el végéig, nem baj, majd kipör kijavítja olyan van, meg átrakosgatja, de legalább dolgozik. Na, akkor összeszántás projekt. Annyi lesz baj az összeszántással egyébként, hogy lehet, hogy át fog járni egyik helyről a másikra a gép, de talán annyira nem. Jó, összeszántuk, nem tökörünk. Azt hiszem az óval be kell kapcsolni, ugye? Úgy. Fáj, de jó ez az Etor. Nagyon. Hogy mondjam, dinamikus. Dinamikus talán ez a jó szóra. Azaz, gyerekek, azaz. Ez az.
Kicsit lesarkalom, hogy ne ilyen izé legyen. Igen, csupondáros. És akkor ugye ez a két föld, ez egy lesz. És gondoljátok, hogy miért el, mert rakhatnék mind a kettőbe külön is, nem? Mert ugye, hogyha a kombájnokat megindítom, akkor átjárnak egyik földről a másikra. És emiatt egy földről kettő. Tehát bevetem mind a kettőt, és akkor megindítom a kombájnokat, és körbe mind a kettőt alatják egyszerre. Itt is végig kell mennem. Tudom, hogy most itt erre dobatom, arra dobatom, az nem játszik, srácok, jó? Nem, hogy azt tudjátok, hogy másik irányba kell dobatni. Meg ilyen apróságok. Most nem fogok azért oda-vissza tolatgatni. Azt nézem, mennyit kellene kiszántanom. Nem akarom annyira elcseszni azt, hogy eddig fogjuk így. Igen, ott egy tuskó. Azt nem is kellett volna. Jó, hát azt vághatom ki azt a kis fát, mert akkor bele fogunk gabajodni. Ott van egy itt van egy fa. Ezt nem vettem észre, itt van. Itt van valahol benn, ott te, ez. Ezek a kis szarok, ezek meg tudják akasztani, ugye? Szerencsére nem sérült tőle az eke. Nem hajlott-e az eke fej? Jaj, te sanyi. Jaj, te fiú. Múltkor beszélgettem egy sráccal, akitől számítógép alkatrészt vettem, és mondta, hogy ismer Pölöskei egyébként. Még Gergőjéket még emlegette is, hogy ők szokták nézni a videóimat. Ezt akartam mondani, hogy mondta, hogy hát ki, miért nem játszok mainstream játékokkal, sokkal nagyobb nézettség lenne, meg sokkal több feliratkozó, meg minden, játszok mindenféle Fortnite-tal, meg Brawl Star-ral, meg mit tudom én, mi PUBG-zek, meg ilyen hülyeségek, meg árkozzak, meg ilyenek. Azt mondtam neki, hogy hát mondom, én ezt szeretem játszani. Kit érdekel? Mondom, kevesebb a nézettség, ott rohadjon meg. Meg kevesebb a feliratkozó szám, de én nem fogok olyan játékkal játszani, amit nem szeretek. Nem fogok cségózni például, ha ezt szeretem. Én ezt játszanék, ezzel játszom, akkor is, hogyha nem videózom. Én ezt szeretem. Bár általában most már nem nagyon szoktam úgy játszani, hogy nem videózom, mert akkor már inkább videózom, és akkor abból lesz videó, és akkor ez tök jó. Amúgy is mindig írjátok, mikor a következő rész, így legalább akkor tök jó, hogy hát miért ne csináljak belőle. Ja, meg azt is még régebben mondta valaki, hogy miért nem hagyod kifutni a videókat, úgy csinálják a videósok, hogy csinálnak egy videót, és akkor megvárják, míg a nézettség az felmegy rajta, utána csinálod a következő részt, mert így nem fogják megnézni minden egy rész, lehet. Jó, mondom, ott rohadjon meg az. Aki akarja megnézni, nem. Tudod, de az ilyen dolog. És egyébként tényleg kultizva van az a föld. Tényleg, szerintem. Vagy nem? Lehet, hogy szánva. Azt mondtátok, egy talajművelés elég. Ja, itt vannak ezek a bokrok. Most ezen biztos itt filozofáltok, hogy úristen, hát itt maradnak a bokrok. Hát ez... Ezek decorationök, de nem baj, mert ezeket nem fogja észrevenni, úgymond az automatika. A combine, meg mindenet simán át fog rajt menni, mert igazából dekoráció és nem valós tereptár. Úgyhogy nem fog neki ütközni semmi, nem fogja kerülgetni, hanem ezen át fog menni. Majd meglátjátok, ha el lesz vetve, akkor gyakorlatilag közte kinő a búza, vagy a repce, ugye a repce lesz valószínűleg inkább. Csak itt ugye el kell szántani a terület, a talajt, hogy a talajon ne legyen rendes, az a rendes tűz. Ott azzal van a baj. Hogy mi ezt jól elhúztam most. A dekoráció az nem számít. Az ott vagyja, meg azért nézem innen fentről, mert így legalább látok is valamit, hogy Hol megy ez a dekorációs dolog, meg hol van közt a fű még. Ezt akkor ki tudom szántani, de szerintem már kiszántottam rendesen.
Még itt elmegyünk, nehogy benn maradjon. Úgy, még ott visszamegyek, mert itt mintha... Ja nem, az szerintem már dekoráció. Jó van gyerekek, szerintem meg is vagyunk. Vissza van szárva ez a két terület. Viszonylag közel volt egymáshoz, tök jó. És fogok venni még kis tárcsát. Nem kis tarcsa, hanem kis tárcsát. Nagyon tetszik. Jó, oké, gyerekek. Mert akkor ugye például nem csak az MTZ szenvedne itt önmagába, 2000 km belehajtva a gumikba, meg a mindenbe, hanem akkor ugye be tudnám rakni mondjuk a Zetol Krisztát is, hadd menjen, addig, amíg nincsen más dolga. Jó, azt kell csinálni, gyerekek. Azt kell csinálni. Bár ugye, hogyha tudok vetni, akkor mindenképp a nagyvetőt kéne Krisztára megvenni. Jó, ezt a izét, ezt... ez akkor így megvan. Most azon gondolkozok, hogy ezt... visszamegyünk, jó? Legalább egy kicsit traktorozunk. Ne, visszamegyünk, akkor menjünk el. Elviszem az ekét a telepre, jó összesarasztok. Oda nézzetek, jön az MTZ. Jaj, tesó, szebolsz! Nagyon jó! Majdnem összeakadtunk, mi? Csodálatos gyerekek. Na, hát nem egy gyors egyébként, azt nézem ez a Krisztál, régebben szerint, ezek szerintem gyorsabban mentek, mint ennyi. Nagyon kevés. Lehet, hogy beteszem ide az izéhez. Gézabához a lekét, ne kelljen messze vinni, jó? Géza bácsihoz berakjuk a lekét. Az lesz, srácok. Jó, van, oké. Okay. Ja, jó nagy, bazd, mekkora fülkéje van gyerekek, mint az izé, ez fürdőszobá. Még nagyobb. Jó van, srácok, tetszik. Ja, ajaj. Jó, itt lesz egy földesút, ugye? El tudok menni itt a végébe. Igen, elmegyek. Berakom a Gézabához a... jaj, mekkora lyuk volt? Na, bazza, most. Akkor a kátyú volt gyerekek, azt megérezte. Azt megérezte, 2%-ra levertük a verdát. Azt megérezte. Hoho, várjatok! Egy pillanat. A izét ki kéne kapcsolni. Területek korlátozását, mert aztán beleér valahova, akkor az lesz, hogy... ez kiszámoltam fordulókat. Berakjuk a Gézához. Az öreg Gézához beteszem az ekét. És mennyi szemét van itt, kihordták a izék? Tesók. És meg is fel is térképezem, hogy akkor erre el tudnék jönni, ugye? Erre el tudok jönni, és akkor ide kell vinni a szalmát. Hát valaki írta, hogy hamsterezve is jó, hát nagyon bízok benne. Miért néztem körül, amikor nincs is izé? És akkor ide bejövök, és akkor oda tudom a szalmát lerakni. Mondom, látod? És mondtátok, hogy el tudom adni úgyis, hogy nem bálát. Várjátok, mit ír? Bálát, gyerekek! Komolyan, írjátok meg, próbáljátok ki, vagy nem tudom. Hogy szalmát is meg... akkor nem hamster követnem, hanem bálázott, more. Ide leteszem ezt az ekét, nem érne. Jó van, skacok. Oké. Akkor igazából szerintem ez a rész ennyi volt. Búcsúzom ez a csodálatos Zetol Krisztálla szerintem tőletek. És tényleg köszönöm szépen, hogy itt voltatok. A következő részben akkor valószínű, hogy átjövünk terület erre a végére. A Zetolra veszünk egy nagyvetőt. Elkezdjük a legnagyobb területet vetni. Közben ugye az MTZ csinálja a kultizást, és akkor valószínű, amíg a nagy terület el lesz vetve, akkor meg tudjuk csinálni a másik területvetését is, és akkor egész jól fogunk haladni. Ja, erre gondoltam, így fogunk munkálkodni. Na, köszi a figyelmet, jók legyetek. Csumicső!